Harmadik hazai meccsét játszotta ideiglenes otthonában Balmazújvárosban a Nyíregyháza Spartacus, és a Dorog elleni győzelmet, illetve a Szombathely elleni döntetlent követően ismét 3 pontot szerzett Szergely Pacay együttese. A Spari már az első félidőben 2 gólos előnyre tetszett Márkus és Vas révén, majd a második játékrész elején Kékesi talált a budaörsi kapuba. A vendégek a hajrában csak szépíteni tudtak, így 3-1-es nyíregyházi sikerrel zárult a találkozó. Az 5 meccsből én azt mondom, hogy az első félidő Budaörs ellen volt a legjobb a játékot a csapatnak, a teljesen, tehát azt kombinatív játék, amit próbáljunk gyakorolni az edzésen, az most látom az első félidőben, meg kialakult, tehát rúgtunk 1-2 gólt, meg volt 2-3 egy zicser, meg a helyzeteket, úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottunk az első félidőben. A másodikban már a harmadik gólt, amikor rúgtunk, akkor már kezdtem egy kicsit frissíteni a csoport. Onnantól kezdve egy kicsit visszaálltunk, ott megsérült a Borna Popocsák, és akkor ott egy kicsit többet birtokoltak a labdát a Budaörs. De gondolom, hogy teljesen megérdemeltünk ezt a győzelem nagyon jó játékkal. 5 fordulót követően a 11 pontos Nyíregyháza Spartacus áll az NB2-es tabella élén, megelőzve a szintén 11 pontos Szolnokot és az egyaránt 10 pontos Kecskemétet, illetve Vasast. Én azt mondom, hogy ez az 5 meccsből 14 pontot az nem rossz. Minden meccsre megyünk, hogy meg akarunk nyerni, de nem mindig sikerült. Mondjuk a Szent Lőrincben az utolsó másodpercben én azt mondom, hogy elvesztettünk 2 pontot. De úgy összességben én azt mondom, hogy az első helyen van a csapat 11 ponttal, tehát ettől jobbat nem lehet. Nekünk csak előre kell nézni, az már ami volt, az már volt történelem. Most már nézünk már a Soroksár meccs, hogy nem lesz könnyű, és már erre a meccsre fogunk készülni. A Nyíregyháza Spartacus vasárnap 17 óra 30-kor lép pályára Soroksáron. A 6. forduló további párosítása a következő: DVTK PMFC, Budaörs, Békés Csaba, Szent Lőrinc 3. kerületi TVE, Siófok, Budafok, Vasas, Kecskemét, Ajka, Eto FC Győr, Szombathely, Szeged, Tiszakécske, Dorog és Csákvár, Szolnok.